Egy hét eseményeit kellene pár mondatba feleleveníteni, de még így is sok lenne. Emlékeznek Basescu államfő kijelentéseire, aztán, hogy mit mondott a román külügyminiszter, aztán, hogy behívatták Románia magyarországi nagykövetét, aztán, hogy erre föl megint tiltakoztak, és most már ott tartunk, hogy törvényjavaslat is van a különböző Románia területén jövőben tartandó rendezvényekkel és az ott feltételezetten elhangzó szövegekkel, mondatokkal kapcsolatban, amelyek esetleg megkérdőjelezhetik Romániát és annak egységét. Tőkés László magas állami kitüntetését is szeretnék visszavonni egyesek. Szóval, hogy nagyon furcsa helyzetbe lépett a román-magyar viszony pár nap leforgása alatt. Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én amikor először meghallottam Basescu államfő nyilatkozatát, akkor is azt kérdeztem mindenkitől, de azóta is ez a kérdés motoszkál a fejemben, hogy mi az, ami miatt most? Mi volt az utolsó csepp a pohárba? Az idei Tusnád fürdői? Az idei Vona Gábor oda látogatás? Miért nem a tavalyi, vagy a tavaszi, vagy az őszi? Mi történt? Én mintha nem vagyok Basescu stábjában, ezért, hogy pontosan mi történt, azt nem lehet megmondani. Akkor azt vendéget hívtunk, elnézést, hát nem azért hívtuk, mert ön Basescu stábjában van, hanem arra igyekeztem fölhívni a figyelmet, hogy nyilván erre egy megbízható választ nem tudok mondani, legfeljebb hangosan gondolkodni, arra kérem, hogy mi történhetett. Mindenekelőtt lássuk azt, hogy Basescu államelnök maradt, de közben minden politikai támogatást elvesztett odahaza. Sőt, tovább megyek, azt lehet mondani, hogy Orbán Viktor úgy mentette meg Basescut, hogy felhívta a magyarokat arra, hogy támogassák őt távolmaradásokkal. Most képzeljenek el egy országot, mondjuk legyen Magyarország, ahol a magyaroknak a túlnyomó többsége meg akar szabadulni egy politikai vezetőtől, és akkor egy szomszédos országnak a vezetője azt mondja, hogy gyerekek, mentsük meg ezt a lemet, és felkéri a sajátjait, az ő testvérét, hogy mentsék meg, és ők megmentik. Szóval ilyenkor a többség azért úgy érzi, hogy mi van itt, mi történik? Én azt gondolom, hogy önmagában ez már egy magyar ellenes hangulat növekedéséhez hozzájárulhatott, és Basescu rájött arra, hogy mögötte nincsen román szavazó, vagy nagyon kevés. És akkor neki megy a cimborájának, Orbán Viktornak? Nem. Orbán Viktor mentette meg, akkor feltételezem, jóban vannak. Ez egy jó gondolat, kísérlet, azonban ő a magyaroknak megy neki azért, mert arra gondol, hogy akkor emögött lehet romániai támogatottság. Szerintem ez neki nem fog egyébként összejönni, tehát Basescunak politikailag vége van, de mint olyan gyakran láttuk, ha egy politikus, vagy politikai erő a vége felé jár, akkor elkezd kapkodni és mindenféle dolgot csinál. Szerintem Basescuval ez történt. Én nagyon nem rémülnék meg egyébként attól, ami történt, mert egy nagyon fontos dologra, tehát nem vettünk észre egy fontos dolgot. Ez pedig az volt, hogy minden politikai erő Romániában neki ment Basescunak. Most kivéve azokat elszigetelt, szélsőséges, nacionalista elemek, azért a szocialisták, a saját pártja is neki ment, a liberálisok neki mentek, ők a legjobban, mert ők kinevették egyszerűen Basescut, hogy milyen zöldségeket beszél, ami szerintem optimizmussal tölthet el bennünket, miközben Magyarországon, és ez viszont aggodalommal töltött el bennünket, a legnagyobb ellenzéki politikai erő ugyan kritikát megfogalmazott Orbán Viktor a szemben, de ő is Basescunak ment neki, holott egyébként azt lássuk be, hogy Basescu megszólalásának a stílusa otromban volt, ugyanakkor tartalmilag ő szerintem nem mondott semmi tévedést, tehát nem tévedett, valóban magyar politikusok úgy kezdtek el Erdélybe járni, mintha odahaza járnának, mint az ő területek lenne, hogy ez idegesít romániai politikai erőket, ez szerintem természetes. Hát de nem csak az, hogy úgy kezdtek oda járni, mintha otthon lennének, hát az, annak még örülhetnek is, hogy de jó, hát nálunk mindenki otthon érzi magát, de hát itt már a védhatalmi státusz is szóba került. Ugye, szerettem volna arról szólni egy pár szót, hogy az elmúlt években nagyon jól alakult a romániai magyarság helyzete. Amikor ezt mondom, ne értsenek fél, nem azt állítom, hogy nem lehet volna sokkal jobb. Az RMDS, a romániai magyarok politikai érdekképviselete mindegyik párttal olyan nexusban volt, hogy ő tudott lenni a királycsináló, és ezt nagyon ügyesen használták ki arra, hogy engedmények egész sorát szólították ki a romániai többségből, amitől szerintem ők egyre jobban élhettek. Sokat kellett volna, sok jogos követelés volt még az asztalon, szó se róla. Erre bejön egy ilyen igény, hogy védhatalmi státuszt követel, ami, mintha aki ezt nem ismeri a helyzetet, azt hiszi, hogy géppisztolyal lövik a magyarokat minden nap, és ezért kell Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély fölött, mondta a Tőkés László. Gondolják el, hogy ezt egy dán valaki meghallja, hogy úristen, mi történhet, ott lövik a magyarokat.
És erre a románok is akkor nyilván úgy reagálnak, hogy miről beszél az ember, akkor a magyar miniszterelnök ettől nem határolódik el, azért pontosan tudja, hogy Tőkés neki a barátja, és akkor fölmerülnek ezek a kérdések, hogy most mit is akar Magyarország. És akkor arról folyik a vita, hogy Magyarország Trianont kívánja revíriálni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nem akarja. De hát azért, ha belegondolunk, hoztak egy státusztörvényt a 2000 nem tárgyán. Akarja, csak egy kicsit mindig megpedzegetjük? Hát azért az sem. Másról beszélnék, arról beszélnék, hozott egy státusztörvényt, és akkor azt mondta a Fidesz, hogy azért hozunk státusztörvényt, mert nem akarunk adni kettős állampolgárságot. Akkor meghozták a kettős állampolgárságot, azt mondták, hogy de nem akarunk adni választójogot. Akkor most megadják a választójogot. Most azt mondják, hogy nem akarjuk Trianont megkérdőjelezni. De ki, tehát hogy lehet nekik hinni egy ilyen háttérrel mögöttük, szerint véleményem szerint nem akarják. Csak hiteltelnek ebben a politikában, és ráadásul a nacionalizmusnak van egy olyan belső logikája, hogy mindig emelni kell a tétet. Hogy ez mikor pukkad ki, hogy mikor folyik ki az utolsó csepp a pohárba, ezt nagyon nehéz megmondani. A Baszeszkunál ez most történt meg, másnál máskor tud megtörténni. Értem akkor ezt az elméletet, hogy a nem létező támogatottságát szerette volna valamilyen úton, módon és valakiktől megszerezni és visszaszerezni. Nyilván itt most a magyar kártyával a román érzelmekre próbált játszani, de tehát, hogy mennyire és ki mindenki határolódott el tőle, tehát itt még megint volt egy dupla csavar. A kormány külügyminisztere is elhatárolódott tőle, azt mondta, hogy tanárbács is meg. Mi az, hogy majd ő fogja itten rendre utasítani Magyarországot, és majd mindenki fölsorakozik, kicsoda, micsoda, vagy mit akar. Tehát, hogy a külügyminiszter is így beszélt erről a megszólalásáról, de egyébként meg elkezdte bírálni a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, mert a versailles-i békerendszer megkérdőjelezése, mondta erre aztán Németh Zsolt. Tehát, hogy bírálta Baszeszkut a külügyminiszter, a román külügyminiszter, és elindított egy másik frontot a magyar kormánnyal szemben. Erről a folyamatról beszélek, aminek a végét nem lehet látni. Hadd mondjak egy nagyon abszurd példát. Amikor mi először találkoztunk, nekem sűrű hajam volt, most pedig kopasz vagyok, ezt látják a nézők is. Nem volt soha egyetlen olyan nap, amikor akár ön vagy a feleségem azt mondta volna, hogy Mátyás vagy Matyi, holnap kopasz leszel. De mégiscsak kapasz lettem, nincs egy olyan nap, amikor meg tudjuk mondani, hogy holnap ebből a folyamatból konfliktus lesz. De a konfliktusok egyszer csak kialakulnak. És hát úgy vélem, hogy azok a politikusok, akik ezzel játszanak Romániában és Magyarországon, azért felelőtlenek, mert azt gondolják, hogy kontrolljuk alatt tudják tartani a folyamatokat. De a történelemben azt látjuk, hogy a nacionalista politikusok között vannak olyanok, akik elvesztik a kontrollt, és a végén akasztófán végzik, mint háborús bűnösök. Én nem gondolom, hogy ez lesz, csak ezt kell megérteni, hogy egy olyan térségben élünk, ahol a nacionalizmus ide tud jutni. Ugyanebben a székben van a Tamás Gáspár Miklós, hogy Milosevic elnök koszovói beszédjét elmondta, és akkor senki nem gondolt arra, ami bekövetkezett a beszédnek a végén, egy ország vérbe borult, aminek a következményét máig nem tudtak kiheverni. Tehát több felelősséget kellene Magyarországon is, és Romániában is. Most úgy látom, hogy a magyar politika az elmúlt években nagyon sokat tett annak érdekében, hogy Romániában is elszakadjanak húrok, ott is az indulatok növekedjenek, és amit fontos megérteni, hogy miközben mindenki a határon túli magyarság érdekéről beszél. Ennyit nem lehet ártani a határon túli magyarságnak. Beszéltünk arról, hogy az RMDS kormányon tudott lenni, és engedményeket tudott elérni. Onnantól most odáig jutottunk, hogy senki nem akar az RMDS-tel már együttműködni, mert ilyen magyar ellenes hangot alakult ki. Ez sikerült már Szlovákiában is elérnünk. Gratulálunk Orbán Viktor kormányának. Mi az ottani magyar ironikusan mondom, természetesen. A magyar védő politikájával azt éri el, hogy vesztessé válnak a magyarok minden szomszédos országban. Én ezen őszintén fel vagyok háborodva. Szóval nem veszik észre, hogy már a hajhullás fázisában vannak, értem, de innen akkor hova vezet az út? Egyszer csak, tehát eddig nem volt vészesen rossz a viszony, sőt, kimondottan kezdett jóvá alakulni. Most ezek a kijelentések, ezek után se lehet azt tenni politikai, tehát ezt senki nem fogja beáldozni a saját politikai hitelét, hitelességet, hogy jó van, hát na, két hete azt mondtam, hogy innen nem jött magyar politikus nekem, itt ne flangáljon és beszéljen hülyeségeket, de egyefene jöjjenek. Tehát nem. Tehát most én nem látom, hogy fordulhatna ez a viszony jobbá.
úgy fordulhat jobbá, nem látom ennek a rövid távon való kivitelezését, hogy új kormány alakul Magyarországon, amely szakít ezzel a politikával, és azt a politikát választja, amely kétségkívül kevésbé látványos, amely nem konfliktusról konfliktusra próbálja eladni, hogy ő mennyire védi azt a lakosságot, hanem valóban épít megállapodásokkal és bizalomépítésekkel, és ugye mind a két országban bekövetkezik, akkor itt egy váltásra lehet számítani. Azért 1989-ben, amikor hát tényleg magyar verések történtek Romániában, emlékezzünk végig Sütő Andrásra, és hát azokra tényleg szörnyű eseményekre, ahhoz képest itt volt egy évtized, ami békés és építő volt. Ezt akarják most tönkretenni, és azt javasolnám, hogy ne hagyjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm az érdeklődést.